Köszönti Önöket Damon Emling Londonból, a Nemzetközi Utazás Kiállításról, ahol a világutazási üzletágának több ezer képviselője van jelen. A szektor a pandémia után most kezd magához térni. Japántól, Jamaikán és Kubán át a Cseh köztársaságig. Ez a világutazási piacának egyik legnagyobb találkozója, amely bemutatja, hogyan változik ez az üzletág, és ahol megvitatják az új fogyasztási és technológiai trendeket. Mindenki nagyon izgatott, nagyobb a nyüzsgés, mint amire valaha számítottunk. Tokió büszkén hirdeti, hogy újra készen áll a turisták fogadására. Több mint két év elszigeteltség után múlt hónapban nyitott újra a nemzetközi turizmus felé. És a látogatók ezt örömmel fogadták. A számok 2019-hez képest még kevés, de már is soknak tűnik és egyre emelkedik. A globális turizmus az idei év első felében a járvány előtti szint közel 60%-át érte el. Tokió a visszatérő látogatókat arra ösztönzi, hogy hagyják el a kitaposott ösvényt. A legtöbben azt hiszik, hogy Tokió egy nagyváros, és a belvárosban maradnak. Meg kell mutatnunk Tokió másik arcát is. Az emberek élvezhetik a belvárost, de ott vannak a felfedezésre váró területek is. A látogatók megosztása ma már számos ország és úticél számára kulcsfontosságú. Ezzel is igyekeznek teljesíteni a fenntarthatósági vállalásaikat. A közös célok pedig félreteszik a rivalizálást, és úgy egyesítik az iparágat, mint még soha. A nap, a tenger és a homok jelentősége mellett ma már a nyugalom, a spiritualitás és a fenntarthatóság hívó szavak is megjelentek. Ha továbbra is versenyezni akarunk Bangkokkal, Kuala Lumpurral és Szingapurral, senki sem fog nyerni. Együtt kell működnünk. Dél-Kelet-Ázsiára egységes destinációként kell gondolnunk, és úgy gondoljuk, hogy a személyre szabott és lokalizált, kisebb méretű turizmus megfelelő megközelítésével jobb élményeket és emlékeket tudunk majd nyújtani. Lassan az ezredfordulón születettek lesznek a legjobban keresők, és ők nem csak célállomást, hanem élményeket is akarnak vásárolni. Miközben a célállomások maradnak, egyre inkább az lesz a kérdés, mit lehet ott csinálni. A mesterséges intelligencia és a big data segít az utazási ágazatnak az élmények személyre szabásában és a fiatalabb turisták elérésében. A Fülöp-szigetek olyan dolgok köré épít egyedi élményeket, mint a búvárkodás, környezetvédelmi és oktatási funkciókkal kiegészítve. Nem csak arról van szó, hogy ide jönnek búvárkodni, két nap merülés, esetleg éjszakai búvárkodás, hanem azt akartuk, hogy legyenek tisztító célú merülések is. Jöjjenek és segítsenek megtisztítani a vizet, és közben persze lehetőség van víz alatti fotózásra is az Instagram képekhez, mert ezt szeretik az emberek. Utána pedig szeretnénk a tengeri élővilág történetét is elmesélni. Szaúd-Arábiában az egyre növekvő turizmus képviselői azt mondják, az élményutazások szerelmeseinek elérése az életmódjuk megértésén múlik. Ha a K-popért rajongunk, mindegy, hogy Riadban vagy Párizsban élünk, egy közösséghez tartozunk. Ugyanúgy a gasztroturisták, a vásárlásmániások mind egy-egy digitális közösség tagjai. Szerintem a turizmus megközelítésének jövője, ha megértjük és megcélozzuk az emberek mögött álló közösségeket. Ez a szenvedélyvezérelt utazás. Mindeközben egy másik stannál Málta arra készül, hogy jövőre először látja vendégül az Europride rendezvényét. Máltát az elmúlt 7 évben a legjobb LMBTQ úticélnak minősítették. Ez a polgárjogi fronton végzett kemény munka elismerése. Az első becslések szerint a jövő évi Europride-ra több mint 25 ezer látogató érkezik majd, és figyelembe véve, hogy Málta egy kis sziget, ez hatalmas emberáradatot jelent. A világjárvány súlyosan érintette a globális utazási ágazatot, de a leállás segített abban, hogy a szektor megújuljon, és más szemüvegen keresztül nézzen a jövőbe.